Jó estét kívánok! Kedvenc labdás csapatsportágaikkal készültünk önöknek már, a kézilabdával indul a Hajrá hétfőn. Nagy különbséggel nyerte meg a Békés Csaba elleni keleti rangadót a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1 második fordulójában. A Loki gyorsan, lendületesen játszott, a jó védekezésből pedig nagyon sok könnyű gólt szerzett. Végül minden debreceni mezőnyjátékos betalált legalább egyszer. Jó volt a védekezés most debreceni részről, a hosszú passz Varsányi felé, ott a gól, 2-1. Már az első percektől kezdve kereste a lerohanások lehetőségét a DVSC. A két szélső, Varsányi Nóra és Vantarak Elemen Éva is sokszor került tiszta gólhelyzetbe. A Grigel, Despotovic, Kovács Anna belső hármasból viszont jól felkészült a Békés Csaba védelme és Balog Judit kapus. Despotovic, nagy labda, Kovács Anna, ezt is védi Balog. A félidő második felében viszont egyre jobban kiütközött a két csapat közötti tudáskülönbség. 8-6 után 10 perc alatt 8-1-es szakaszt produkált a Loki. Ekkorra már Kovács Anna is magára talált, a félidő utolsó másodpercében pedig megmutatta, miért tartják az NB1 egyik legjobb balkezes átlövőjének. Ezzel a kettős ember hátrányban szerzett góllal alakult ki a 17-9-es részeredmény. Debrecennek a keretét, hogyha megnézzük a Békés Csabának a keretét, akkor nem csak korban, hanem nemzetközi mérkőzésekben is körülbelül, ha 300 meccset mondok, akkor lehet, hogy keveset mondok, amikor a különbség van az éjjátékosai meg a Debrecen között. A szünet után sem vett visszább a tempóból a házigazda. Varsányi újabb könnyű góljával kialakult a 10 gólos különbség is. Nem sokkal később ritkán látható jelenet következett. Sorozatos kiállítások után mindössze 3 debreceni mezőnyjátékos állt fel a középkezdéshez. Nagyon nehéz, amikor folyamatosan hullanak ki az emberek, és egyre kevesebben védekezünk, egyre kevesebben támadunk, de úgy gondolom, hogy jól jöttünk ki belőle, tehát megpróbáltunk okosan játszani, és tartalékolni, mint időbe, mint tényleg a játékosok a pályán. Az utolsó 10 percben már a fiatalok is lehetőséget kaptak Paul Oldrup Jensen vezetőedzőtől. Borgyos Panna, Szabó Panna és Arany Rebeka is betalált, így minden debreceni mezőnyjátékos feliratkozott az eredményjelzőre. Végül magabiztos 37-25-ös győzelmet aratott a Loki. A lányok nagyon keményen dolgoztak a héten, hogy kijavítsák a Siófok elleni hibákat. Kicsit változtattunk az edzés programon is, és szerintem ezek összességében tették lehetővé, hogy ma így tudtunk játszani, nyilatkoztam a meccs után Paul Oldrup Jensen. A következő fordulóban vasárnap a bajnoki és BL címvédő Győr otthonában lép pályára a DVSC. Nagyot küzdött a Deaci Jégkorong csapata, de végül vereséget szenvedett az Erste Liga első játéknapján vasárnap. A debreceni együttes szétlövés után 3-2-re kikapott a Ferencváros otthonában. Kedden újabb meccs vár a Deacra, ugyanis a Vasas érkezik Debrecenbe. Jakub Bizánszki góljával szerzett vezetést a Deac Jégkorong csapata a Ferencváros otthonában. A vasárnapi Erste Ligás nyitányon a hazaiak a második harmad elején egyenlítettek. Azonban a debreceniek frissen igazolt kanadai csatára Ugo Törkot még a második játék részben válaszolt. Mindig jó érzés, ha hamar megszerzi egy játékos az első gólját a szezonban. Még nekem nem volt túl sok időm arra, hogy felkészüljek a szezon kezdetre, mivel egy kicsit későn érkeztem a csapathoz. Viszont szerintem az első meccsen jól teljesítettem, mondta Ugo Törkot. A Deac 6 percre volt a sikertől, de a Fradi egy védelmi hibát kihasználva egyenlített. A hosszabbítás nem hozott újabb gólt, a szétlövést pedig a zöld-fehérek nyerték. A Deac viszont nem tért haza üres kézzel, egy pontot ugyanis elhozott a fővárosból. A találkozón apró hibákat vétettünk, de ezeket más csapatok is elkövetik más bajnokságokban. A Fradi viszont volt annyira rutinos csapat, hogy ezeket kivárta és megbüntette. Okosabb, meghatározottabb döntéseket kell hozni. A védekező harmadban ez, hogy forgulódunk, meg kergetjük az ellenfelet, az nem jó, mert akkor mindig lesz egy üres ember középen, úgyhogy ezekre oda kell figyelni, és hogyha ezeket a hibákat megelőzzük, akkor onnan tudunk építkezni, és akkor ugye a védekezés után jön a támadás. A játékosoknak nem volt túl sok idejük pihenni. Hétfőn már a következő fordulóra készültek. Kedden ugyanis hazai közönség előtt debütálnak a bajnokságban, a Vasas ellen. A fővárosiak már nem ismeretlenek Hetényieknek, hiszen a felkészülés alatt kétszer is találkoztak velük. Szeretnénk egy jó kis összetartó közösséget, és meghálálni a városnak, egyetemnek a támogatását egy jó teljesítménnyel, és hát ugye minden mérkőzést vár az ember, és szeretnénk minden mérkőzésen nyerni. A Vasas elleni összecsapás kedden 18 órakor kezdődik a debreceni Jégcsarnokban.
A második helyen végzett a DVS-e a hazai rendezésű HBZ kupán. A debreceni együttes a vasárnapi Vasas elleni meccsen biztosította be az ezüstérmet a felkészülési tornán. Az utolsó találkozón 7 saját nevelésű vízilabdázó is játék lehetőséget kapott. Kovács Gábor szépségdíjas gólja is kellett ahhoz, hogy a DVS-e megverje a Vasast a HBZ kupán. A DVS-e új csapatkapitánya 3-szor is eredményes volt a meccsen. Ezek a gólok is hozzásegítették a házigazdát a 16-9-es sikerhez és a torna ezüstjéhez. Sok mindent tudtunk gyakorolni, ugye az összeszokottság miatt is. Arra, hogy az ellenfeleket feltérképezzük, arra is abból a szempontból is hasznos volt. Bár ilyenkor még szerintem sok minden nem mutat egyik ellenfél sem, de az erőviszonyokat már nagyjából lehet azért látni. A debreceniek a HBZ kupán a Vasas mellett az UVS-ét és a Tatabányát is megverték. Mindössze a Honvédtól kaptak ki. Miroslav Bain vezetőedző elégedetten értékelte a tornát, bár szerinte a kommunikáció a játékosok között még nem az igazi. Nem számít az eredmény, hanem az számít, amit megbeszéltünk fönt az öltözőben, hogy működik azt, amit gyakoroltunk edzésen. Működött, úgy tűnik, hogy jó, fel vagyunk készülve, bírjunk a ritmust tartani 4/4. Miroslav Bain szeretne minél több debreceni fiatalt beépíteni a csapatba. A Vasas elleni utolsó mérkőzésen 7 saját nevelésű pólós is játék lehetőséget kapott. Macsi Martin gólt is lőtt a Vasasnak. Miroslav Bain-tól a felnőtt edzőtől megkaptam a lehetőséget, és ennek nagyon-nagyon örültem. És ez azért is jó, mert tudunk fejlődni. Ugye most utánpótlásban az utolsó évemben vagyok, és ugye jövőre meg már a felnőttbe kerülhetek be, és remélem, hogy ebben az évben jól fogok teljesíteni, és odafigyelek, amit az edző mond, akkor be tudok kerülni jövőre a felnőttbe. A HBZ kupán Lukasz Gyurik vehette át a legjobb debreceni pólósnak járó elismerést. Kovács Gábort pedig a torna legjobb játékosának választották. Stadiontúra, koncert, közös fotózás és természetesen foci. Idén először rendezték meg a futball éjszakáját, amelyhez országszerte 22 egyesület, közte természetesen a Loki is csatlakozott. Több mint 1000 foci rajongó töltötte a péntek estét a Nagyerdei stadionban, ahol egy kicsit közelebbről is megismerhették kedvenceiket a sportágat népszerűsítő programon. A focit nem lehet elég korán elkezdeni, ez is bebizonyosodott a futball éjszakáján. A különleges programon a Nagyerdei stadion olyan helyeire is eljutottak a szurkolók, ahová eddig nem. Itt toljátok, úgy lehet, hogy az öltözőben Herceg András vezetőedző mutatta be a gyerekeknek, hogyan is készül a mágnes táblán egy-egy meccs stratégiája. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy népszerűsítsük a labdarúgást, és egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és remélem, hogy ez tovább fog folytatódni a következő években is, és bízom benne, hogy még közelebb tud kerülni a csapat, a játékosok a szurkolókhoz. A játékosokkal sorra készültek a közös képek, és sokan álltak sorba aláírásért is. Amikor a gyerekek reszegeződnek a szempárok, mindenki elérzékeny. Ugye nekem is van 2 kislányom, úgyhogy hál' Istennek én is apaként tudom ezt mondani, úgyhogy egyértelmű, ők a jövő, ők érezzék magukat minél jobban. A futball éjszakáján, a stadion túrán persze nem csak a gyerekek örültek, hogy megnézhetik például az öltözőket. Az a furcsa, hogy nagy debreceni szurkoló vagyok, már láttam a Madridi stadiont, a Barcelonát is, és örülök, hogy végre itt Magyarországon is be lehet jönni, megnézni, meg hogy van ilyen stadionunk. A rendezvényen a Vérfarkas adott koncertet a stadionban, a doboknál Dombi Tiborral, a basszusgitárnál Sándor Tamással. A pirosak kontra fehérek meccsen a DVSC teljes gárdája pályára lépett, és közös csoportkép is készült. Egy mosoly! Ez volt már a Hajrá, tartsanak velünk szerdán és csütörtökön is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!